Most pedig következzenek végre péntek magazinunk összeállításai. A felmérések szerint városunk is ott van az idei múzeumok éjszakájának leglátogatottabb vidéki helyszínei közt. A látogatók száma több mint 3000 volt, a legtöbben az Eszterházy kastélyban jártak, ide 1300-an váltottak jegyet, de minden kiállító helyen nagy volt a forgalom. Az idei múzeumok éjszakája volt eddig a legsikeresebb, erről tanúskodnak az adatok és a megkérdezett látogatók is. A becslések szerint közel 3000-en jártak a pápai múzeumokban ezen az éjszakán, 18-tól 24 óráig. Először világosban, aztán az alkonyat után már gyertyák, fáklyák, lámpák fényénél sétáltak, nézelődtek a látogatók. Beszélgető baráti társaságok, családok kerekedtek fel szombaton, hogy megbizonyosodjanak róla, ez az éjszaka valóban más, mint a többi. Az már csak másnap derült ki, hogy az Eszterházy kastélyban összesen 1300-an váltottak jegyet, szemben a tavalyi adattal 850 fővel. Szombat este csak annyi volt érzékelhető, hogy megtelt a kastély. Olyannyira nincs a látogatóban hiány, hogy a tervezett 30 perces csoportindításokat sűrítenünk kellett. Hát most is, én most éppen egy csoportvezetéséből érkeztem, de már mögöttünk két másik csoport orlódott fel, tehát hatalmas nagy öröm az, hogy az idén is rendkívül népszerű a múzeumok éjszakája. Folyamatosan érkeztek a látogatók. Nehéz lett volna megmondani, hogy hányan jártak itt először, és hányan voltak azok, akik visszatérő vendégek. Mi a véleményük a múzeumok éjszakájáról? Nagyon örülünk neki. Most szeretném megnézni, még nem láttuk, de nagyon várjuk. Jártak már más múzeumban is? Így múzeumok éjszakáján még nem. Ez az első. És mi vonza önöket ide legfőképp? Hát csak kíváncsiság, hogy vajon mi, milyen lesz, mert én még nem láttam ezt a pápai múzeumot. Még sose voltam itt, anyáik már voltak, de minket most hoztak ide először, és nagyon jó és érdekes és szép, és még sose láttam ilyet. Most már tudom, hogy miért tókert a tókert, mert eddig nem tudtam, és láttam, hogy milyen volt régen is pápa. Szerintem jó lesz, már egyszer, kétszer jártam is itt. Tetszik? Igen, szerintem szép. Az bizonyos, hogy sokan tanulmányozták a meghirdetett programot. A csoki készítés miatt jöttünk anyával, meg azért is, hogy megnézzük az egész várkastélyt, és hallottuk, hogy lesz koncert is, a Bartók Béla zeneiskolások jönnek. Az egyik legnépszerűbb program valóban a csoki öntés volt, melyre hamar beteltek a csoportok. A csokoládé manufaktúra szakemberei segítették a csoki készítés folyamatát. Tejcsokival dolgozunk, és hogy mindenki élvezze a csokoládé édességét, előnyét és kellemességét. Én betöltöm a formákat, és a gyerekek vagy a felnőttek fogják és különféle gabonagolyóval, narancssal megszórják, díszítik, ízesítik, és amit elkészítettek, azt a következő csoport fogja megkapni, mert nincs annyi időnk, hogy egy-másfél óra jusson egy csoportra. Mert ugye hűteni is kell. Hogyne, hűteni is kell. A végeredmény nagyon finom lett, hisz az alapanyag is minőségi francia csoki volt. Az óránként induló kincskereső játékot is sokan végigcsinálták. A kincskeresés abból áll, hogy egy feladatlapot kap a kincskereső, és végig kell járnia a kastélyt, a pincét, illetve hát a feladatlap az eligazít abban, hogy mit kell megnéznie, kit kell megkérdeznie, és válaszokat kell adni. És aki helyes választ ad, és visszaviszi ezt a feladatlapot a kiinduló pontra, az egy kis ajándékot kap, tehát ajándékkal kedveskedünk, és úgy gondolom, hogy ez nem csak gyerekeknek jó, hiszen már ezt csináltuk egyik évben, és hát nagy öröm volt látni, hogy akár párok, de akár idősebbek is örömmel a szemükben keresték a kincset, keresték a válaszokat a feltett kérdésre, és sétáltak, felfedeztek, és ez egy nagy élmény volt, ez mindenféleképpen, így gondolom. Több zenei program is volt a kastélyban. Elsőként a Bartók Béla zeneiskola növendékei léptek fel. Ez a ma esti koncert kiemelkedő esemény volt, hiszen ennek a kastélynak a felújított részlegébe, ebbe a vörös szalomba egy olyan élmény még egyáltalán csak leülni is ezek közé, a falak közé, ami már egy plusz érzéssel tölti el az embert. De amikor a klasszikus zenét ide behozzák a növendékek, én azt gondolom, hogy egy olyan autentikus légkör alakul ki, amiben jól érzi magát az ember. A kastélyban az aranyos növendékek,
azaz azok a diákok zenéltek, akik a legsikeresebbek voltak az év folyamán, megyei, regionális, illetve országos versenyeken. Itt lehet gondolkozni azon, hogy a versenyeknek milyen szerepe van, illetve lehet pro és kontra érveket felhozni, de talán ez a mai este bizonyítja azt, hogy egy-egy versenynek nem az eredménye, hanem a ráfordított felkészülési idő, illetve az adott tanárral eltöltött szakmai munka az, ami ilyenkor meghozza a gyümölcsét. És ez vitathatatlan, azt gondolom. A múzeumok éjszakáján fellépett még a Vadvirág együttes barokk táncokkal, valamint a musical stúdió is. S természetesen ne feledkezzünk meg a tárlatvezetésről sem, mely a kastély földszintjén indult, majd következett a pince, kápolna, s végül a felújított terek. Az ősök csarnokában pedig meglepetés várta a látogatókat. Ötleteltünk, hogy minél színesebbé tudjuk tenni, hogy nem mindig ugyanaz legyen a csoportvezetés, és mindig ugyanazok a dolgok hangozzanak el, hanem egy kicsit megszemélyesíteni a dolgot, és élővé tenni a kastélyt. Önkéntesek vállalták, hogy megszemélyesítenek egy-egy Esterházy őst, és egyes szám első szemében mesélnek az életéről. A feleségem Báró Durvil Antónia, tőle egy lányom és egy fiam született. Az középkori vár helyére én építettem ezt a fényűző kastélyt. Én alapítottam a kórházat 1757-ben. Egymást követték a csoportok, gyakran várni is kellett. Volt, aki fényképezkedéssel töltötte ki az időt, mely szintén ingyenes volt ezen a napon. Milyen a barokk ruha? Nem egyszerű viselet. De egy nagyon különleges élmény, és igazán most fogunk menni a tárlatvezetésre, hogy egy alaphangulatot kap az ember így a fotózás során. Melyik másik múzeumot nézitek még meg? Még lehet, hogy megnézzük a múmiát a Református Kollégiumban. Ez az egyik terv, és a másik pedig a Képfestő Múzeum. A református gyűjtemények kiállítását is több százan megnézték. Nem néptelenedett el a Somogyi Galéria retrójáték kiállítása sem, valamint a Kékfestő Múzeumba is sokan ellátogattak. Volt mesejáték a szó és képszínpad előadásában, valamint táncoltak a homokbödögei művészeti iskolások. Szerintem nagyon jó dolog a múzeumok éjszakája. Egyrészt szerintem sokkal több embert megmozgat egyszerre, tehát nagyobb tömegeket, és mint tudjuk, hogy a közös élmények mindig erősebbek, mintha csak néhányan éljük át. Itt is volt tárlatvezetés, és nagyon népszerűnek bizonyult a mintázás. Azoknak, akik esetleg évközben nem tehetik meg, hogy megtekintsék ezeket a múzeumokat, akkor ilyenkor megtehetik ingyen, és ez nagyon nagy dolog. Végig járják a pápai múzeumokat ma? Hát amennyire a fiatal ember engedi, úgyhogy megpróbáljuk, amennyi belefér. Mit szeretnél megnézni? Végre már kezdeném megpróbálni a kendőcsinálást. Tavaly terítőt, kis terítőket csináltak a gyerekek, meg a gyereklelkű felnőttek, vagy akik érdeklődtek a kézműves technika iránt. Ebben az évben kicsit újítunk, és kendőt, sálat lehet készíteni, és továbbra is pozitív nyomással, tehát fehér vászonra fognak kék festékkel, indigo kék festékkel festeni. Ugyanis a kékfestés az egy hosszadalmasabb, többnapos munka, míg az elkészülne, úgyhogy ezért minden évben a pozitív nyomást választjuk. Neked miért tetszik a Kékfestő Múzeum? Mert itt sok minden van, és nagyon jó. Szombat este a szárító padlástól a pincéig bejárhatták a látogatók a Kékfestő Múzeumot. Az alsó traktusban kapott helyet a győri gyűjtemény és a restaurálás alatt álló lójárgányos mángorló. Lóhajtással hozták működésbe a mángorló szekrényt, amivel a méterárut simították, vasalták, fényesítették. És ez a mángorló szekrény, ez nagy súlyú köveket tartalmazó szekrény, és hát ezt kellett a lónak működésbe hozni, tehát egy körbeforgó mozgással. Meddig működött ez, meddig használták? A műhely megalakulásától, tehát gyakorlatilag a 18. századtól használták.
És azt kell, hogy mondjam, hogy a gépesítés a 20. század elején megtörtént a Kluge műhelyben is, de mégis amikor visszaesett a termelés így az első világháború után, akkor újból visszatértek a ló használatára is, és egészen 1945-ig még műhelyként működött a mai múzeum, használták. A kékfestőben minden múzeumok éjszakáján kifőznek valamit. Idén sem csalódtak az éhes, megfáradt múzeumlátogatók. Hát ennek a neve részeges göbő a dzsakúdzi van. Ugye a dzsakúdzi, mint a bogrács, és részeges, mert egy kis alkoholra fogjuk megbolondítani, és göbe, mint nőstény disznó, amit levágnak. Tehát tulajdonképpen egy egyszerű bogrács gulyásról van szó, csak egy kicsit felspékeltük a nevét. Minden pápai múzeumban kiállító helyen több érdeklődő volt, mint az előző esztendőben. Így a szlogen még igazabb. Ez az éjszaka valóban más, mint a többi. Kár kihagyni. €162 000 gyűlt össze azon a jótékonysági főzőversenyen, amelyet a Játékfesztiválon rendeztek. A verseny egyben a kistérségi nap programja is volt. Az első kistérségi napot 2 éve rendezték, tavaly Mihály háza volt a házigazda. Kötélhúzó verseny ebéd után. A települések férfi tagjait bírták mozgásra ezzel a versennyel a kistérségi napon. A rendezvényen bemutatkoztak a környékbeli amatőr művészeti csoportok. És a főzőverseny a kötetlen együttlétet segítette. Elsősorban nem is a versenyről szól, hanem erre a napra összejönnek, találkozhatnak a barátok egymással, és előkerülhetnek azok a dolgok is, amit hétközben a munka során nem tudnak egymással megbeszélni. A pápai kistérségi napot 2010-ben rendezték meg első alkalommal. Akkor is főztek, és tavaly is, Mihály házán, majd a Játékfesztiválon is. Ennek köszönhetően idén 50 csapat vágott bele kora reggel az étkek készítésébe. Vágta a fát például Nemes Görzsöny polgármestere is, sült az éjség űző cicege, és volt, aki telefonon kért segítséget, ha a recept nem volt kéznél. Gyere ide, mama! Rossz voltál, nem főzte az unokának? Nem adtál, tett volna kezedet! Korba. Feltűntek a színen asszonyriogató betyárok is. Az ostor csattogtatás hangos volt, a bakonyi legények barátságosak. A hölgyeket most részesítik előnyben itt a rendezvényen, úgy látom. Ló és a nő. Ló és a nő. Hát nem, ezen múlik a világ. Nagyon finoman kezelik ezt az ostort, a hölgyek nem panaszkodnak. Nem. Úgy láttam. Csodálkozom. Remélem is. Már öreg szégyent húzna rám, hogyha valaki panaszkodna. Káposzta, paprika, talán szalonna. Jól látom, igen, hogy mi mindent rejt ez a kondér. Igen. Ezen kívül még van benne füstölt kolbász, természetesen a sertés lapocka, amit ugye mindenki kapott, és káposzta lesz még, valamint paradicsom, paprika, úgyhogy hagyma, fokhagyma, ezek a hagyományos magyar bográcskosztnak a hozzávalói. Ennek az ételnek mi a neve? Kalapos káposzta, kalapos cipóban. Ez a teljes a kalapos neve. Cipót értem, a kalapos káposztát nem. Kalapba főzzük. De egyébként a mihályházi polgármester közös
az együttműködésünk, első ízbe főzünk párban. Egy ilyen speciálitással próbáltunk ma kirukkolni, még nem tudjuk, hogy milyen sikere van. Akkor ezek szerint most készül első ízben? Így van, most készül első ízben. A ételnek az összetétele is különleges, mert nem csak egy faluból tevődik össze, nem csak Mihályházából. A cipót a Kemenes-Szentpéteri, és tényleg az nem a reklámhelye, sütőüzem szolgáltatta, aminek a tulajdonosa sajnos már nem lehet köztünk, és vele nem sikerült ezt az ételt megcsinálni, pedig nagyon szerettük volna már az első kistérségi napon. Ő szolgáltatta a cipót, mi pedig egy ilyen káposztás ragút próbálunk majd belefőzni. Mit főz az önkormányzat csapata? Ugyanúgy, mint a többi csapat nagy része, sertéspörköltet, csak mi francia bokát is hoztunk hozzá, és azzal egészítettük ki az alapcsomagot. A kistérségi nappal egybekötve rendezik meg most a főzőversenyt. Ez a rendezvény, a kistérségi nap mennyiben ad más hangulatot, vagy más jelleget a főzőversenynek a tavalyihoz képest? Azt gondolom, hogy a tavalyi év volt a próbaév a kistérségi nap, illetve a főzőverseny tekintetében, és az idén sokkal könnyebb volt a kistérségben az önkormányzatokat megszólítani, mert azok, akik itt voltak, ők azonnal jelentkeztek és készültek is rá, hogy eljönnek. És én azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek nagy kifutása vagy lehetőségei vannak. Az idén 50 főzőcsapat vesz részt a főzőversenyen, tavaly 42-3 főzőcsapat volt, és szeretnénk, hogyha 100 vagy még esetleg annál is több főzőcsapat lenne majd egyszerre együtt itt a Pápai Játékfesztivál keretében. Az lenne a javaslatunk a kistérségi önkormányzatok felé, hogy lehetőség szerint azok, akik eddig nem jöttek el, ők is csatlakozzanak és vegyenek ezen részt, mert én úgy gondolom, hogy akik eljöttek, ők tényleg jól érzik magukat, találkoznak, beszélgetnek, régen nem látott ismerősök üdvözölhetik itt egymást, tehát egy jó lehetőség a főzésen kívül arra, hogy együtt legyenek a kistérségben együtt dolgozó és együtt élő emberek. Meséljünk erről az együttesről, erről a csapatról, meg a nevekről. Az Egyesített Szociális Intézmény családsegítő szolgáltatással jöttünk ki. Többször előfordult már, hogy a csapattal ilyen szabadtéren együtt kotyvasztottunk, úgyhogy valami boszorkányos dolgot szerettünk volna itt is létrehozni, úgyhogy innen jött ez az Üstbájolók név, és hát egy kicsit a nevünket is szerettük volna így emlékezetessé tenni, nem csak a főztünket, ami nagyon finomra sikerült, úgyhogy ezért lett a Üstbájoló kakukkréti részeges tokánya. Az étel mitől részeges, milyen italtól? Nem tartalmaz vizet, csak jó kis szigligeti fehér bort. 13 a tavalyi sikeren felbuzdulva, hiszen elnyertük a vadászkamara külön díját egy különleges étellel, idén is igyekszünk valami különlegességet produkálni. A hivatalos elnevezés ugyan kicsit zengzetes, de nem ezen múlik a dolog. A nevet azt mi találtuk ki, és így hangzik. Platán sertésragú, bakonyalja módra, zöldséggel dúsítva és kabanosszival bolondítva. Igen, hát át kell gondolni ezt a nevet. Kérdés, hogy mi lesz majd belőle. Így van. Nemrég kóstoltuk, lassan már kész állapotba kerül. Az ízek elég jól összejöttek. Itt ugye a fűszereken van általában a hangsúly, illetve ezen a bizonyos érdekes nevű, tulajdonképpen ez sem titok, csilis szarvas kolbászon múlik a dolog. Komolyan neki kell készülni azért, hogy ez olyan legyen, amilyennek kell lenni. Én hosszú évek óta kitapasztaltam azt, hogy mit kell beletenni abba, hogy az emberek szeressék. Ne első legyen egy főzőversenyen, hanem szeressék azt, amit főzök. A zsűrinek az ízlése és a nagy közönség ízlése ezek szerint nem egyforma? Nem egyforma, abszolút nem. A tömör konyha név alatt kit kell érteni, vagy kiket kell érteni? Hát tulajdonképpen ez egy szűk családi körről van szó, nem a reklámhelye,
Takácsi készült ez a vasálvány, illetve az Árkádia soron jött létre ez a kis kötény, illetve zászló, illetve egy nagyon kedves ismerőm csinált ezt a széktáblát. És azt mondom, hogy a tömör konyhász az ilyen specialistán. Azt akarom, hogy tömör gyönyör, az egy kicsit furcsán tűnt. És azt mondom, hogy a tömör konyhász ilyen specialitás. Édesanyám vagyunk itt közösen, édesapám az kicsit csavarog, kújtorog a kis unokájával. Győztes fakanállal készül ez az étel, tehát önnek igen, azért már vannak sikerélményei. Köszönöm szépen a bizalmat. Ezt Somlóvásárhelyen nyertük meg egyébként, egy vargányás sülkös pörkötet csináltunk. Az ízek mellett a zsűri a terítékeket is szemrevételezte. A csapatok ezért a külső megjelenésre is nagy gondot fordítottak. A bírálók szerint a legremekebb a magyar gencsiek főztje lett. A főzőverseny jótékony célt is szolgált, az elfogyasztott ételekért felajánlott adományokból 162 000 forint gyűlt össze. Ezt a vakok és gyengénlátók javára ajánlották fel a szervezők. A jó ebédhez nóta szó szólt, a zenét Greznár Zoltán is népi zenekara szolgáltatta. Közel 100 motoros dübörgött végig a város utcáin a hétvégén. Játékfesztivál ugyanis ma már nem múlhat el benzingözös motoros nap nélkül, melyet a Bakonyi Betyárok Motoros Baráti Kör minden évben jótékonysági akció mentén szervez. Idén a 7. jótékonysági motoros napot hozták tető alá, melynek programjai egyre több látogatót vonzanak. A rendezvényen 220 470 forint gyűlt össze a két tornyulaki óvoda javára. A játékfesztivál szombati napján szelíd motorosokkal telt meg az Erzsébet-liget, a régió szinte minden pontjáról érkeztek látogatók. A résztvevők idén sem maradtak veterán motorok, rockzene és látványos, de cseppet sem veszélytelen motoros produkciók nélkül. Nemrég adták át a tavalyi jótékonysági motoros nap bevételéből vásárolt kettős hintát a Tókerti óvodában, s a bakonyi betyárok most ismét gyerekeknek gyűjtöttek, ezúttal a két tornyulaki óvoda számára vásárolnak mozgásfejlesztő eszközöket. Évről évre fokozatosan fejlődik a rendezvény, úgy veszük észre, egyre nagyobb az érdeklődés rá. Kedvelik az emberek ezt a rendezvényt itt a játékfesztivál keretein belül. A második motiváció pedig látjuk azt, hogy ahova kerülnek ezek a gyűjtésből származó adományok, mindenhol örömmel fogadják, örülnek neki, és tényleg nagyon hasznos dolognak tartjuk. A hagyományos programok közül idén sem maradt el a veterán motorkiállítás, az új kezdeményezések között pedig szerepelt egy rajzkiállítás, melyre az általános iskolások nevezhettek motoros témájú alkotásaikkal. Az idei évre próbáltuk egy kicsit gyerekcentrikussá formálni még jobban a rendezvényt. Ezt egy rajzpályázatban gondoltuk, hogy a környező iskolákban meglátjuk, hogy mennyire van felvevő piac már a kisgyerekek körében motorozásra, és ezáltal itt most majd felmérjük, hogy mennyire érdekli őket ez a dolog. A nagyszabású programon minden évben megfértek egymás mellett a 4 és 2 kerekű járművek, még akkor is, ha volt köztük olyan, amelyet nem benzinnel lehetett hajtani.
Hát ez egy chopper bicikli. Igazából először úgy készült, úgy terveztük, hogy hobbiból elkezdjük csinálni, csak viccből. Aztán utána egyik jó barátommal elkezdtük így tervezgetni. Aztán jó pár hónap után sikerült összehozni ezt a dolgot. Neki van hegesztőgépe is, így volt lehetőség elkészíteni. Mi minden kellett hozzá? Hogyan állt össze? Hát igazából bátyámnak a bicikliá kellett hozzá, azt szétvágtuk darabokra. Igazából nem sok dolog kell egy biciklihez. Hogyha van egy roncsbicikli, abból a pedált, a kormánycsonkot fel tudjuk használni, meg akár a kerekeket is. Milyen érzés nyújt egy ilyen chopper biciklin ülni? Hát először szokatlan, mert kényelmetlen, de utána az ember megérzi a biciklit, hogy hogyan kell tekerni, hogyan kell rajta ülni, utána már egyszerű élmény. Végülis jó, kényelmes, hát ugye még környezetbarát is. Úgyhogy jó, élvezetes, tetszik. A jótékonysági motoros napon idén sem csak gyönyörködni lehetett a vasparipákban, egy szimulátor segítségével ki is lehetett próbálni a motorozás élményét és buktatóit is. A szimulátor egyrésztből olyasmi, mint egy játék, de a játékon túlmenően a valós helyzeteket, a valós veszélyhelyzeteket állítja elő. Az általunk forgalmazott cég gyártja gyakorlatilag hozzá a szoftvert, mi a motort alakítottuk ki egy rendes motorból, és ráépítettük ezt a szimulátort. Mindenféle olyan veszélyforrást előhoz, amit motorozás közben, városi közlekedésben, hegymenetben, különböző félefajta szituációkban az ember váratlanul ér és nem számít rá. Ezt lehet itt büntetés nélkül gyakorolni, illetve baleset nélkül gyakorolni. Igen, hiszen kormányozni is kell, fékezni is kell. Kormányfék minden ugyanúgy működik rajta, át lehet alakítani robogó üzemmódra, amikor nincsen rajta kuplunk, csak fékek vannak, és át lehet alakítani kuplungos üzemmódra, tehát kis motort, nagy motort, robogót, mindenfélét lehet rajta gyakorolni. Jótékonysági motoros nap nem múlhat el ügyességi verseny és Street Fighter show nélkül. A népszerű megmérettetéseken a motorosok fordulékonyságát, rátermettségét és nem utolsó sorban bátorságát értékelte a zsűri. A motorosok éppen most készülődnek a felvonulásra, 15 órakor végig mennek a városon, érintik a Várkert utat, kimennek a Veszprémi útra, elhaladnak a Bocsor lakótelepen, és aztán jönnek ide-vissza az Erzsébet-ligetbe. Utána minden résztvevő motorra pattant, és a hagyományokhoz hűen végig dübörögtek a város utcáin. Készültök-e valahova a nyáron? Lesz-e nagyobb túra? Balatonkenesére akarunk menni. Ott lesz egy motoros találkozó. Ezen kívül Sárvár, az egy nagyon közkedvelt hely. Ott nagyon szép, mind a két helyen, nagyon szép helyen van a motoros találkozó. Az egyik az egy kempingbe, a Sárváron pedig a vár udvarába. Sokan, sokféle motorral érkeztek a Bakonyi Betyárok rendezvényére. Voltak kisebbek és nagyobbak is, újabbak és régebbiek is. A közös nevezőit nem más, mint a szabadság szeretet. Én úgy érzem, hogy motorra születtem, már gyerekkorom óta a motoron vittek szüleim, az egész család motoros, úgyhogy minden vágyam volt, mikor betöltöttem az életkort, hogy én megszerezzem a jogosítványt, és álmom volt ugye ez a 350-es jáva, amit meg is vettem 18 éves koromban. Merre szeretsz motorozni? Milyen tájak azok, ahova szívesen elmennél? El szoktál jutni esetleg? Igazából csak Győr környékén, nagyon messze nem merek, ugye, mert azért, ha útszélén leállok, azért egy kis tudás is kell, hogy újra beindítsam. De úgy olyan 60-70 kilométeres körzetben Győr környékén. Milyen gyakran ülsz fel a motorodra? Amilyen gyakran lehet.
A motorozás szabadság, érezni a szabad levegőt az arcodon, repülni a szelek szárnyán, hol gyorsabban, hol lassabban, hiszen itt nem a lóerő számít, hanem az érzés, vallják a motorosok. Mit nyújt a motorozás? Hát ez úgy tudom megfogalmazni leginkább, hogy ez nem egy olyan közlekedési jármű, mint a többi, hogy itt tudom én beülök az autóba és eljutok A-ból B-be, hanem ez egy olyan dolog, hogy felül rá az ember, és bármi baja van, ki tudja szelőztetni az ember a fejét, és olyan szabadságérzetet nyújt, hogy azt leírni nem lehet, csak átélni. Merre szoktatok járni? Szoktatok-e nagyobb túrákat tenni? Volt már olyan, hogy egy éjszaka elmentük 300 km-t, majdnem megkerültük a Balatont, de ez csak annyiból, mert lemegyünk Csesznek le először. Aztán utána mentünk tovább. Tehát merre az eleje áll, ezt tudom mondani. Győri Endréné középiskolás kora óta érdeklődik a múlt emlékei iránt, a gyűjtést az 1950-es években kezdte. A több mint 10 000 darabból álló néprajzi tárgyakat, paraszti polgári viseleteket, gyermekjátékokat, iparművészeti tárgyakat felölelő kollekcióját megvásárolta a város. Az anyag egy része most a Kékfestő Múzeumban kapott helyet. A vendégeket dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte, aki kiemelte, a Kékfestő Múzeum munkatársai sokat dolgoztak azért, hogy növekedjen a látogatók száma. Ma már több százan jönnek ide hetente, s most, hogy ide került a győri gyűjtemény, ezt az anyagot is többen megnézhetik. Mi azt szeretnénk, hogy az előbbi 1500-600 heti látogatóból a győri gyűjteményt is minél többen nézzék meg. A Hollósi galériában sokoknál fogva méltatlanul kevesen láthatták azt a gyűjteményt, amit mi valamennyien értékesnek gondolunk, azt a gyűjteményt, ami Éva néni áldozatos munkájának, sok évtizedes szorgalmának köszönhetően állt össze, aztán több részletben lett a városi. Lemám az a rózsa, ki a kertben nyílik, ha nem az a rózsa, ki egymás szereti. Nagyon összetett érzés, mert roppant módon sajnáltam a galériát, ahol először láthattam kiállítva közönség előtt a gyűjteményt, ami mindegyán tudjátok régről, hogy ez a szívem csücske. De velem mindig történnek olyan dolgok, amit én sok-sok idővel ezelőtt úgy elképzeltem, még mikor a Bódi Irénke, hány, már nem is tudom, talán 20 éve, mikor ide költözött a Kékfestő gyönyörű kékfestő anyagával. És mi az Irénkével jó barátságba kerültünk, pont a kiállítás kapcsán, mert jöttem segíteni vasalni, meg hát ahogy én ismertek, két tepsit összevernek, Éva néni nem maradt ki. Következésképpen az Irénke azt mondta akkor nekem, hogy tudod, fiam, ez így szólított mindenkit, milyen gyönyörű lenne a te városrödi anyagod itt egy falon az én kékfestő munkáim között. És akkor az úgy elgondoltam, hogy tényleg milyen szép lenne. És most, mikor túl voltam az első sokkon, hogy a galériát ki kell üríteni, és most már azért úgy lecsengett bennem, és örülök, és bővítést ígért a polgármester úr, hát nyilván ebben a gazdasági helyzetben szó sem lehet, de itt azért tényleg többen fogják látni, és hát kicsi a hely, de hát tematikusan majd próbálunk mindig szép anyagot választani, és örülök a múzeumvezetők is Lindának, mert őt is kislánykora óta fotózott a győri gyűjteményben, dolgozott, ott írt, iskolába járt, főiskolára járt, fazekaskodott, mindenféle módon, sok év óta összenőtünk, vagy közös dolgaink vannak, és közös az érdeklődésünk, és vele nagyon egyszerű lesz összedolgozni. A kiállítást Reinmár Linda múzeumvezető nyitotta meg.
A tárlat az épület pincéjében kapott helyet, ahol a népi konyha tárgyai, a pápai és városlődi kemény cserépgyár remekei, valamint gyönyörű textilek láthatók. A Képfestő Múzeum első ízben ad otthont a győri gyűjtemény anyagának, és ez nagyon kis szelete töredéke, tehát a hely szűke miatt ebben a kis pincében, ebben a kis kiállított térben kevés anyagot tudtunk felvonultatni, de igazából próbáltuk a gyűjtemény arculatát meghatározó darabokból kiválogatni a legjobbakat, a legmívesebbeket, azokat, amik most a mindennapi életet mutatják be, a múlt század mindennapjait. A tematika az úgy épült fel, hogy a győri gyűjtemény anyagában is legnagyobb létszámban előforduló tárgyakból válogattunk, tehát így a kerámiák és a textilek vannak jelen hangsúlyozottan, és a kerámiákban is különböző részeket különítettünk el, tehát az első részben a hagyományos népi konyha tárgyai vannak, elsősorban a cserépedényekkel, és itt megjelenik az utolsó pápai fazekasnak, Hobzi Gyulának is két munkája, két vázája, és külön mutatjuk be még a pápai keménycserépgyár és a városlődi keménycserépgyár darabjait. Reinmár Linda kérdésünkre elmondta, hogy ez időszaki kiállítás, s a tervek szerint minden évben új győri gyűjteményes tárlatot állítanak majd össze. Nem az a rózsa, ki egymás szereti, hanem az a rózsa, ki egymás szereti. A játékfesztiválon különleges élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a IMSK színház termében megtartott filmvetítésre, ugyanis az ott látható két kisfilmet 3D technikával készítették. Még ebben a hónapban lehet mozizni Pápán, júliustól azonban nyári szünetre megy a mozipótlójárat. A játékfesztivál egyik nyitó rendezvénye volt a Fesztivál Mozi, melyen 3D-s filmet nézhettek meg a gyerekek és a felnőttek. Az egyik az űrkutatásról, a másik az állatok világáról szólt. Van egy film, ami annyira új, hogy most lesz itt először bemutatva. Ez az űrkutatás története. Ez egy 70 éves történetben foglalja össze az eddigi technikai eredményeket. A másik film pedig az állatok közelről, az egy természetfilm. Jelenleg ez a két film lesz vetítve, de van 6 filmem, 2 év alatt ennyit készítettem. Lesz rá igény, akkor fogunk tudni majd még filmvetítéseket csinálni. A filmek egy része háromdimenziós videókamerával készült, de vannak olyan filmjeim, amik számítógépes animációval készültek. Ami még egy kicsit most különleges vagy újdonság, hogy a Magyar Televízión pár hét múlva indul egy háromdimenziós földfelszíni adás, és ott 4 filmemet fogják vetíteni. Tulajdonképpen megtörténik az első háromdimenziós televíziós vetítés is, eddig csak moziba volt elérhető ez a technika. Most én egy kicsit meglepődtem, mert nem gondoltam volna azt, hogy valaki készít 3D-s filmet. Azt jelenti, hogy egy alapfilmből lehet 3D-s filmet csinálni? Lehet, csak az nem lesz olyan minőség, mint amit itt lehet látni, mert ami át van utólag alakítva 2D-ból 3D-ba, számítógép nem tudja, hogy mi hol van, mi van elől, mi hátul, tehát eléggé olyan műanyag íze van a dolognak, majdnem hasonló, mint amikor egy fekete-fehér filmet kiszíneznek. Az igazi az, amikor az első lépéstől az utolsóig már 3D-s technikával készül egy film. És ön ilyeneket készít? Igen, van egy háromdimenziós kamerám, és van otthon 16 darab számítógép, ami rendeleli az animációkat, úgyhogy teljesen saját készítésűek a filmek. Mi kell ahhoz, hogy egy film 3D-s legyen? Az kell, hogy háromdimenziós legyen egy film, ugyanúgy kell készíteni, ahogy az emberi szem lát, tehát két képre van szükség, egy jobboldali, baloldalira, a kamera is, amivel készítem, az is ugyanígy két darabban, egy tokba beleépítve, a számítógépes animációnál viszont ilyen virtuális kamerák vannak, de ott is ugyanúgy jobb és baloldali információ van.
kivetítve a képernyőre, és akkor ezt egy szemüveg szétválasztja, hogy egyik szembe csak az egyik kép jusson, másikba a másik, és az emberi agy már össze is rakja a térben a képet. Nekem 10 éve hobbim a háromdimenziós fényképezés, és innen indult el az egész, hogy a fényképekből kiállításokat készítettem, és a Budapesti Planetáriumban megnéztem egy előadást, és mondtam nekik, hogy én ennél a diavetítésnél egy látványosabb térhatású mozgófilmet tudnék készíteni, és akkor elkészült az első film, tulajdonképpen nem is moziba készült, de a mozi tulajdonosok megnézték, és azt mondták, hogy egy olyan film sikeredett, amit szívesen moziba is levetítenek. Most jelenleg már vagy 30 ezer látogatója volt a filmnek, kb. 40 moziba lett vetítve eddig az országban. A fesztivál mozi iránt nagy volt az érdeklődés, mondta el stábunknak a művelődési központ munkatársa. Most indult a vetítés, úgyhogy egy gyors számolás után még talán nem is biztos, hogy a végeredmény mondom, 114-en váltottak jegyet, ez nagyon, nagyon kiugró érdeklődésnek számít. Miután a vetítéseinken 21 néhány az átlagnéző szám, mindjárt hozzáteszem, hogy ez országos átlag, nem helyi sajátosság, úgyhogy ez, ennek nagyon örülünk, ez kiugró érdeklődés, tehát ez bizonyítja, hogy helye van a játékfesztivál programjai között a mozgókép kultúrának. Áprilistól indított mozipótló járatokat a JMSK, a vetítések azonban a hónap végéig tartanak. Júliustól nyári szünet lesz a mozifilm vetítések tekintetében, tudtuk meg Kocsis Gyula művelődés szervezőtől. Már hagyományosan az óvodások rajzkiállítása a több napos játékfesztivál első rendezvénye. Ez idén sem volt másként, a legkisebbek alkotásait most a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont földszinti előterében láthattuk. A Vajda óvodások kedves műsorával nyitották meg az apróságok tárlatát. Jobbra, balra és forogva, sose essen le a kor. Kacsiznánk, hogy táncoljunk benne, a rongyos is, a foltos is illik a tán benne. Hely, úgy, alakunk, a gyermekrajzokról, azok szépségéről és jelentőségéről Becskereki Lászlóné óvodavezető beszélt az egybegyűlteknek. Többféle munkát látunk itt, olyanokat, amik elsősorban díszítésre jöttek létre az óvónénik irányításával. Az óvónénik nagyon-nagyon kreatív és találékony módon használják fel azokat az anyagokat, amit a szűkös költségvetésben be tudnak szerezni, de amit látják, gyönyörű munkák születnek belőle, és látásmódot alakítanak a gyerekeknél, felhívják a figyelmüket a szépre, megtanítják, hogyan lehet a szépet ábrázolni, és van egy másik fajta gyerekmunka, a spontán gyerekrajz, ami viszont szerintem a legérdekesebb a világon, mert rengeteg kincset rejt. Az elmondottakat az óvodavezető a kis hercegből vett példával támasztotta alá. Hogy amikor végignézik ezeket a rajzokat, esztétikai élményben is legyen részük, és kívánom, hogy mindenki megtalálja a kalap alatt a kígyót, észrevegye azt is. Gratulálok a gyerekeknek a rajzokhoz, és az óvónéniknek a szép kivitelezéshez.
rajzkiállításon pápai és környékbeli óvodások alkotásaiban gyönyörködhettünk. A Megújulás Klub fő célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségmegőrzés és a szűrések fontosságára. Ennek érdekében számtalan rendezvényt és programot tartottak már különböző korosztályok számára. Most egy önállóan kezdeményezett akciójukkal szeretnék saját tevékenységükre irányítani az emberek figyelmét. A klub a játékfesztiválon is jelen volt. Az egészséges életmód és a betegségek megelőzése. Erre szeretné folyamatosan az emberek figyelmét irányítani az emlőműtött asszonyokból álló közösség. Még a játékfesztiválon is ott voltak, hogy céljuknak megfelelően tevékenykedjenek. Minden betegséget, ha időbe felfedeznek, nem csak azt, ami a miénk az emlő, hanem bármilyen más betegséget sokkal-sokkal könnyebb gyógyítani, sokkal kevesebbet szenved az, akinek rájönnek, a családjának jobb, anyagilag, ha mindenhogyan sokkal jobb. Én azt szeretném, hogyha az emberek csak annyit törődnének saját magukkal, ezt már nagyon-nagyon sokszor elmondtam, mint a saját autójukkal, vagy netalántán a laptopjukkal, hogy ha baj van, akkor futok, nem pedig az, hogy majd meggyógyulok, majd jövő héten megyek, majd a következő héten, mert egy laptopot, egy autót ki lehet cserélni, de egy anyát, apát, gyereket azt nem. Az emlőrák sajnos egyre fiatalabb korosztályokat érint, mondta Hörömpöly Imréné. Éppen ezért már iskolákban is tartottak előadásokat, amelyeken a fiatal lányoknak beszéltek az önvizsgálat fontosságáról. Hát az emlőrák az nagyon sok embert érint, pláne most az a baj, hogy kezd a fiataloknál is feljönni, és nem figyelnek oda magukra. Azért csináltuk ma azt is, hogy iskolába elmentünk előadást, hogy próbálják saját magukat vizsgálni, és ha van valami, akkor menjenek. Tehát nagyon sok a fiatal, ez a baj. Hát az idősek, azok azért talán elmennek, mert ugye 45 év után hívják őket, csak az a baj, hogy igen rossz a százalék, tehát általában 40-50% megy el a szűrésre, ahol a saját egészségét védeni. A Megújulás Klub a közelmúltban saját akcióba kezdett, mellyel segítő tevékenységükre szeretnék felhívni a figyelmet. A rózsaszín szalag ugye az emlőműtött hölgyeknek a szimbóluma tulajdonképpen, hát arra mindenki emlékszik, hogy rózsaszínbe öltöztetik a Lánchidat is. Na most nekünk vannak ügyeskező asszonyaink, és nekik átunk rózsaszín szalagot horgolni, rózsaszín nyakláncot, karkötőt, csinálunk kis telefontokokat, és arra kérjük az embereket, hogy egy picit támogassák a klubunkat, ha támogatnak, ma ilyennel megajándékozzuk, és abba bízunk, hogy aki meg lett ilyennel ajándékozva, és van ismerőse, az elmondja neki, hogy jöjjön hozzánk, és legyen velünk, mert nagyon jó lenne, ha jönnének az emberek a klubba, ha vagyunk elég sokan, de azért nem bánnánk, hogyha jönnének. Vidámság és egymásra figyelés, ez jellemzi a klub tagságát, árulta el Hörömpöly Imréné. Aki érintett a komoly betegségben, ebben a közösségben támogatást és sok segítséget kaphat, ígéri a klubvezető. Nehogy azt gondolja sok ember, hogy mi ott csak szomorkodunk, meg bánatosak vagyunk, jó, figyelünk egymásra. Az tény, és vannak rossz napjaink, de mi zömmel azért próbálunk másnak fölhívni a figyelmét, meg egymásra figyelni, meg vidámak lenni. Például tegnap volt egy családi rendezvényünk, ez volt a záróbuli, ahova már jönnek a férjek is, és együtt vagyunk, mert ugye ők is megélték velünk, ami mi átmentünk. Most nyári szünetet tart a csoport. Új évadjukat szeptemberben kezdik majd meg, mégpedig egy bakonyi, kisvonatos kirándulással. Itt a nyári szünidő, buzdítsuk gyermekeinket olvasásra. Bizonyára az otthoni könyvespolcokon is találhatunk jó gyermekkönyveket, de a könyvesboltokban is bőséges a kínálat. Gyermekek számára a könyvjelzőben is ajánlunk olvasnivalót.
Itt a könyvjelző, benne három új kiadvány. Vajon ha Molnár Ferenc részesülne abban az égi kegyben, hogy visszatérhet, mint hőse Lilium a túlvilágról, melyik egykori hitvesét keresné fel? Vészi Margitot, akiért Adival versengett? Fedák Sárit, akit miután jó pár évet együtt éltek, azért vett feleségül, hogy azonnal elválhasson tőle? Vagy Darvas Lilit, akivel a legboldogabb volt, mert többé-kevésbé egymástól távol éltek? Netán Varsányi Irént, akit nem vehetett el, csak rajongva imádhatta a féltékeny férj pillantásainak keresztüzében? Esetleg azt, aki a legtöbb s legnagyobb áldozatot hozta érte, Barta Vandát? Fogas kérdéseket tesz fel ennek a könyvnek a szerzője, Sárközi Mátyás. A Pál utcai fiúk és a Lilium világhírű szerzőjének élete regényszerű. Sárközi Mátyás több népszerű kötet szerzője, gazdagon adatolt könyvében Molnár Ferenc szerelmeiről lebbenti fel a fátylat. A könyv ajánlójában azt olvashatjuk, a világhírű drámairó leszáll nem létező szobra talapzatáról, közénk lép, mesél, és a rokon szemünkre pályázik. Sárközi Mátyás Lilium öt asszonya című könyvét felnőtteknek ajánljuk. A kötetet a Noran könyvkiadó gondozta. Vajon hol vannak az oroszlánok, tanakodik magában ennek a könyvnek a főszereplője, Jack, amikor a csodakunyhó Afrika magas fűvű szavannáin ér földet vele és húgával. A zsiráfok és a zebrák békésen legelésznek a folyópartján, ám a gnúcsorda megretten a rohanó víztől és nem mernek átkelni rajta. Annie a fejébe veszi, hogy a tülkös állatok segítségére siet, de a mentőakciónak futás lesz a vége. Aztán hiénákkal találják szembe magukat, majd egy vad maszáj harcos keresztezi útjukat. És persze az oroszlánok is feltűnnek, ráadásul még egy feladványt is meg kell oldaniuk. Az Oroszlán Lesen című könyv a Csodakunyhó sorozatban jelent meg. Elolvasását kisiskolásoknak ajánljuk, a kötetet az Animus könyvkiadó gondozta. Vendégváró aprós ütemények. Ez a címe ennek a sok-sok szép fotóval illusztrált könyvet. Bár a kötet címében szerepel a vendégvárás, azért nem csak a vendégeknek szól ez a receptgyűjtemény. Ugyanis otthon sokszor előfordul, hogy csak úgy ennénk valamit. Nos, ezekre az alkalmakra készült ez a könyv. A kötetben abszolút házias ütemények receptjeit találhatjuk meg. Vaníliásakét, sósakét, édesmézesekét, túrósakét, és olyanokét is, amelyek még sütést sem igényelnek. A könyvben található sütemények rákészülés nélkül könnyen, gyorsan elkészíthetők. A receptek leírásai egyszerűek és könnyen áttekinthetők. A Vendégváró aprós ütemények című szakácskönyvet háziasszonyuknak ajánljuk. A kötetet a Medirám könyvkiadó gondozta. Műsorunkat az Anna könyvesbolt támogatta. Június 25-én hétfőn tartotta volna soron következő összejövetelét a Gyurács Ferenc gondolkodókör. A rendezvény azonban elmarad. Somogyi Győző Kossuth Díjas festőművésszel két hét múlva, július 9-én találkozhatnak majd a Gyurács kör foglalkozására ellátogatók. Június 24-én vasárnap Mihály házán táncfesztivál tartanak, melynek sztárvendége Takács Nikolász lesz, értesítette programajánló műsorunkat a falu önkormányzata. A további rendezvényekről a most következő programajánlóból tájékozódhatnak. Itt a programajánló, köszöntöm Önöket! A hétvégén és a jövő héten is több program közül válogathatunk, ha tartalmasan szeretnénk eltölteni az időt. Nézzük a kínálatot! Június 23-án szombaton Pápán tartják a pedagógus kórusok országos találkozóját, melynek keretében délután 4 órától több helyszínen lépnek fel az ország különböző részeiből érkező vendégkórusok.
Este 7 órától pedig az Eszterházi kastély udvarán több mint 900 énekes köszönti a várost. A zenés rendezvényre várnak minden érdeklődőt. Ugyancsak június 23-án szombaton 19 órától Szent Ivánéhi Fesztivált tartanak Bakony-Szűcsön. A programon fellépnek a falu és vonzás körzetének kulturális csoportjai, civil szervezetei, egyesületei. Jövő hétvégén 75 éves a pápai katonai repülés címmel rendezvénysorozat lesz Pápán. A június 29-től július 1-ig tartó programok sorában nyílik repüléstörténeti kiállítás, lesz bázis repülőtéri nyílt nap haditechnikai bemutatóval, fellép a Honvéd együttes és előadást tart Kosicki Attila is. A Kékfestő Múzeumba látogatók új időszaki tárlatban gyönyörködhetnek. A Mesélő múlt című kiállítás a Győri gyűjtemény anyagából válogat. A Somogyi József galériában még július 1-ig látogatható a retro játék kiállítás. A tárlaton a pápai Takács János magángyűjteményéből származó régi kis és nagy autók, járművek, könyvek, logikai és társas játékok csábítanak nosztalgiázásra. Vasárnap családi mozi délután lesz. A JMSK színház épületében az Igazi Kaland című amerikai családi vígjátékot vetítik a gyerekek és felnőttek számára. Június 26-án kedden este 7 órától ugyancsak a színházteremben a Vaslédi című angol filmet nézhetjük meg. Ezzel ér véget a JMSK mozipótló járata, ugyanis júliustól nyári szünetet tartanak a filmvetítésekben. Ez volt a programajánló, töltsék jól a hétvégét és a jövő hetet, viszontlátásra!